Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, július 6-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban kórusmuzsikáról, kézműves mesterségekről és színházról láthatnak beszámolókat. Először tehát jöjjön egy fesztivál siker, a Lélek Öröme első országos online kórus találkozó és verseny címmel hirdette meg zenei fesztiválját a Gyermekjóléti Alapítvány. A Vox Mirabilis Kamarakórus aranydiplomát kapott és első helyezést nyert a kórus versenyen. Vendégem pedig Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kórus művészeti vezetője. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntöm és a nézőket. Ez a Lélek Öröme. Kicsit több, hiszen a Lélek Öröme ez a kórus verseny, az első országos online kórus találkozó és verseny neve, és a Gyermekjóléti Alapítvány hirdette meg. Erről fogunk beszélgetni, illetve koronavírus járványról, de mindenek előtt azonban nézzünk meg egy bejátszót, hiszen azt hiszem, hogy a Vox Mirabilis hiányzik nekünk az idestóva eltelt másfél esztendőben. Legalább egy kicsit ízlelgessük, hogy milyen az a csoda, amit ti létrehoztok.
Nos, hát méltó volt az első helyhez ez a dal is. A pálya célja is nagyon-nagyon fontos. Ahogy meghirdették, hogy a hazai kórusmozgalom megbecsült tagjai, illetve hát a megbecsülése, fellendítése, illetve az egyházi dalkincs, illetve a népdalkincs megőrzése volt az alapvetés. De hogy jut el ez egy kórushoz? Azt nagyon is jól tudjuk, hogy a koronavírus járvány idején óriási szükség volt arra, hogy egy kicsit kilépjön egy olyan kórus, akinek ugye ez a lételeme, a szereplés. Azt hiszem, hogy ez a kórusverseny, ez egy kicsit minket is megmozgatott. Amikor én erre rátaláltam, akkor azt gondoltam, hogy mivel mi nem csak az élő térben vagyunk, hanem az online térben is gyakran ott vagyunk, és koronavírus járvány ide vagy oda, mi azért igyekeztünk mindenhol részt venni. De amikor láttam ennek a kórusversenynek a címét, láttam a célját, hogy a népdalkincsünk feldolgozása, vagy az egyházi dalaink feldolgozása volt, akkor azt gondoltam, hogy de hát mi nagyon sok ilyet éneklünk, nekünk ezen mindenképpen részt kell venni, hiszen minket is megmozgat ez a dolog, hogyha valamit csinálhatunk. És pont ezért választottam ezt a két művet egymás után, mint egy montázsolva egymáshoz, Berkesi Sándor és Kocsár Miklós, ugye mai 21. századi zeneszerzők műveit. Az egyik református, a másik katolikus egyházi népéneket dolgozott fel, és hát ez kicsit úgy gondoltam, hogy az ökumenizmus is helyet kaphat itt, valamint az, hogy az egyházi dalkincsünket is megmutat, hogy bizony az mai hangszerelésben, feldolgozásban hogy szól. Tehát a kórusirodalom nagyon fontos a Vox Mirabilis számára, de én azt gondolom, hogy megismertetni a kórusirodalom fiataljait, illetve a kortárs szerzőket is rendkívül fontossággal bír, mert jelentősége van annak, hogy ne csak a múltban révedezünk, ahogy ezt mondják, hanem azért becsüljük meg azokat a fiatal zeneszerzőket, akik ezzel foglalkoznak. A kortárs kórusirodalom nekünk mindig is nagyon fontos volt. Sok-sok mai élő zeneszerző ír kórusművet. Éppen most kaptam például Herman Szabolcstól egy Janus Pannonius versre írt, a békéért, ezt mindenki ismeri ezt a verset, vagy sokan ismerik, kórusművét, ami rendkívül érdekes, mert három hárfa, szólisták, és kórus van benne. És nem is rövid, és nem is könnyű mű, de úgy gondolom, hogy ha egyszer elküldte nekünk, akkor nekünk kötelességünk bemutatni, és tetszeni fog a kórusnak. Egy héttel ezelőtt a Velencei Tavi Fesztiválon is koncerteztünk, és a koncert végén elmondtam, hogy a hallgatóknak, hogy csak kortárs műveket hallottak, és ők maguk is elcsodálkoztak, hogy bizony nem kell félni attól, hogy kortárs koncertre menjünk, hiszen nagyon-nagyon fontos, nagyon jó magyar zeneszerzőink vannak, de a világban élő zeneszerzők is kiválóak, és nagyon-nagyon jó műsorokat tudnak összeállítani, össze lehet állítani ezekből, úgyhogy nekünk ez egy szívünk csücske a kortárs kórus irodalom. Ugye ezt úgy határozták meg, hogy a tavalyi esztendő decemberre és az idei év május 31-e között. Ez már bőségesen a pandémia időszaka volt, úgyhogy nagyon fontos kérdés, hogy ilyenkor hogy megy a felkészülés. Hiszen azt gondolom, hogy egy kórus, egy csapat, egy közösség. Ugyanakkor korán sem biztos, hogy ebben az időszakban mindenki rendelkezésre áll. Mennyire nehezíti meg ez a kórusvezető, művészeti vezető dolgát? Megnehezíti egyértelműen, hiszen mindenki otthon tanulja a műveket, otthon gyakorol, sokkal nehezebb egyedül megtanulni egy szólamot otthon, mint kóruspróbán. Aztán, ha kis csoportban is, Zoomon, vagy esetleg messze álltunk egymástól a kertben, és úgy gyakoroltak 4-5-en kis csoportokban, az is nagyon jó, de aztán, amikor ezek a kis csoportok végre összejöhettek, és együtt énekeltünk, hát bizony mi is csodálkoztunk a hangzáson, azon a hangzáson, amit újra meg kellett találnunk, a Vox Mirabilis hangzást, ezután a kiesett fél év után. Ha mi énekeltünk is, és énekeltünk
térzenéket is adtunk, de mégiscsak kevesebb koncertünk volt, mégiscsak kevesebb próbánk volt, volt, amikor nem is próbálhattunk, úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak volt számunkra, de amikor megtaláltuk újra a hangzásunkat, én csak azt szerettem volna, hogy mindenki hallja a hangját, és hogy én is hallhassam azt a Vox Mirabilis hangzást, amit hallottam, amikor elváltunk egymástól a pandémia előtt, úgyhogy hát megtaláltuk, úgy érzem, hogy most már azon az úton vagyunk, hogy most már tudunk fejlődni, tehát visszatért mindenki. Ez borzongató történet. Igen. Így ebben az értelemben, pozitív értelemben természetesen. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy azért ti folyamatosan részt vettetek ebben a munkában online, ha úgy tetszik, hiszen nem hagytátok abba, hanem ki a maga otthonában, de próbált lépést tartani a világgal, és mert a kórusmuzsika ezt igényli. Így van. Nagyon érdekes, hogyha figyeljük a világot, akkor nagyon sok online fesztivált, kórusversenyt találunk. Most június vége van, tehát mi ebben a fél évben már adtunk élő koncerteket is, de 3 online fesztiválon vettünk részt, és 2 online kórusversenyen. Az egyiket sikerült megnyernünk, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A másik egy különlegesség volt, Szentpéterváron volt egy online kórusverseny, ahova mi is beküldtük a mi felvételünket, és hát díjazták, de ott csak az oroszok vehettek részt a versenyben, tehát mi a versenyben nem vehettünk részt, de kaptunk egy dicsérő oklevelet, és hát ott voltunk a nemzetközi élvonalban, úgyhogy nagyon örülünk neki. Figyelni kell az online teret, nagyon sok lehetőség van. Mennyire mozdítja ez meg a kórusokat az online tér? Rájöttek arra, hogy enélkül már nem működik? Nyilván mindenki az élőt szereti, és bízunk benne, hogy ezen túl így lesz. Ugyanakkor az online-nak számtalan olyan előnye van, értelemszerűen, ahogy itt most említetted, hogy nem kellett Szentpétervárra elmenni, viszont Szentpéterváron ott voltatok a dallal. Különleges dolog, tehát azok a kórusok, akik csak a hagyományos kórus életet élték eddig is, azt gondolom nekik egy kicsit nehezebb ebbe belerázódni, hiszen egy teljesen kitágul a világ, egy teljesen más dolog kell, sokan még a felvételektől, a képi felvételektől is óckodnak, de mi ezt már megtettük korábban is, tehát azt hiszem, hogy azért sok modern kórus van Magyarországon, akik ezeken részt vesznek, és akik szívesen mutatják meg magukat, és azt hiszem, hogy ez a pandémia is megmutatta, hogy van egy másik út, amit lehet keresni. Tehát az, hogy otthon vagyok, és otthon gyakorolok, az elvezethet engem oda, hogy mégiscsak az online térben is megmutassuk azt, hogy mit tudunk csinálni. Egyre több kórus csatlakozik ehhez. Eleinte kevesen voltunk, de egyre több kórus csatlakozik ehhez, és olyan jó, amikor most nem sokára majd kijön, a kórusok éjszakájának 203 ember énekelte fel a közös művét, és össze fogják montázsolni, és Emma Kirkbyvel énekeltünk. Ez is milyen érdekes, hogy Emma Kirkbyvel, aki ugye egy hihetetlen szopránénekes, ővele nem találkoztunk, de ott lesz abban a műben, amit 203-an Magyarországról felénekeltünk. Fantasztikus érzés egyébként. Ez csoda pillanatok lesznek, nincs kétségem felőle. Ugyanakkor mit hozhat a jövő? Kinyílt a világ, azt tudjuk, és én bízom benne, hogy rövidesen, személyesen is hallgathatjuk a Vox Mirabilist. Milyen terveitek vannak? Nagyon sok tervünk van, szerintem egy kicsit több is, mint amit el lehetett volna vállalni, de olyan sokan keresnek meg minket most már, hogy lehet énekelni. Hát az első nagy dolog a jövő héten kezdődik, egy észak-magyarországi koncertturnéra megyünk, ahol Torna Szent Andráson egy nagyon régi műemléktemplomban fogunk énekelni, aztán Aktelek mellett Szögligeten fogunk énekelni, és a Muzsikáló erdő keretein belül Taron és Eresztvényben, bent magában a gyönyörű hatalmas erdőben lesznek koncertjeink, ami számunkra nagyon különleges, mert a természetet nagyon szeretjük. Aztán hát kell készülnünk a Tiszatavi Fesztiválra, mert ott pedig Miklós Erikával fogunk énekelni a Tiszatavi Fesztivál gála koncertjén, ami hát egy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. A szolnoki szimfonikusokkal és több opera énekessel együtt egy színpadon fogunk fellépni. De a
Václav Felcsák alapítvány által kiírt lengyel-magyar CD, aminek a pályázatát szintén megnyertük, az is már nagyon-nagyon közeleg, úgyhogy az is egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy ott lengyel-magyar versek, lengyel-magyar kórusművek, dalok, zongoraművek, például Liszt átirata Chopin műveire, és fordítva, ez milyen érdekes zongorára, ilyenek fognak megszólalni, és színészeket kértem fel a magyar és a lengyel versek tolmácsolására, és hát a kórus is nagyon készül erre a CD felvételre, olyannyira, hogy ezt a Magyar Művészeti Akadémiában is be fogják mutatni majd a mi CD-nket, mert kiválasztották a többi közül, úgyhogy hát izgulunk is egy kicsit, hogy tényleg nagyon jó minőséget tudjunk hozni. Kívülállóként már én is. Én azt gondolom, hogy mindannyian várjuk ezt a nagyévű program sorozatot, hiszen a Vox Mirabilis szintjét ismerjük, tudjuk, és hát valljuk meg, soha nem volt nagyobb szükségünk, mint hogy ilyen közösségi eseményeken vehessünk részt mi közösen. Katica, köszönöm szépen, jó munkát, lesz dolgotok bőven. Igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm, kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Tizenhetedik alkalommal adott otthon Székesfehérvár a Tűzzel Vassal Fesztiválnak. A Rácz utcában megrendezett találkozón több mint 50 mester mutatta meg míves kézműves termékeit a szépszámú közönségnek. Ágyuszó jelezte a görögkatolikus templom kertjében, hogy hivatalosan is kezdetét vette a Rácz utcában a 17. Tűzzel Vassal Fesztivál. A nagy hagyományokkal bíró rendezvényre az ország minden tájáról és határainkon túlról is érkeztek kézművesek. Cserpakovics András polgármester a megnyitón hangsúlyozta, hogy a kézművességnek jelene és jövője is van városunkban. Nagy öröm, hogy idén most meg lehet rendezni, meg lehet szervezni, és a járványhelyzetben ugye sokáig bizonytalan volt minden más programmal, de örülök annak, hogy nagyon szép időben, egy gyönyörű helyen, amire méltán lehet ez a város, büszke itt a Rácz utca és környezete tekintetében, és nagyon sok ember van már most is, aki itt sétál, mesteremberekkel találkozik, és a mesterségek üzőivel, amik azt gondolom nagyon-nagyon szép dolgokról is szólnak, túl azon, hogy hasznos termékekről, és a szépség és ez a fajta hasznosság, mind értékek igenis összeférnek, mind ahogy ezek a hagyományos rendezvények is itt a nyüzsgő nagyváros közepén, megőrizve egy kicsit a kultúránkból, és ezeket az értékeket átadva, és ami nagy öröm, hogy nagyon sok fiatal van, akik valójában ezekkel a mesterségekkel gyakorlatilag az évezen napján találkoznak. Pontos adalék ehhez a történethez, hogy a Székesfehérvár folyamatosan támogatja a népművészetet, illetve a népi mesterségek képviselőit is. Ez azt hiszem, hogy fontos ehhez a... Igen, de ez kell egy nagyon jó közösség, a Fehérvári Kézművesek Egyesület, amelyik összefogja ezeknek a szakmáknak a képviselőit, szervezi a saját életét, nekünk csak egy dolgunk van, egy kicsit segítsük az ő munkájukat. Szenci Jánosné, a házigazda Fehérvári Kézműves Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, nagy öröm számukra, hogy a koronavírus járványt követően idén is felszították a parazsat a Rácz utcában, és a míves bicskák, kések, ollók és borotvák díszfegyverek készítői bemutatkozhattak a fesztiválon. 18 évvel ezelőtt 5-6 késes jelentkezett erre a fesztiválra a kezdetek kezdetén, ami azért lett kitalálva, hogy a késes szakmát megmentsük. Hát az eltelt 18 év alatt azt látjuk, hogy ez nagyon jól sikerült nekünk, ugyanis a mai napon 51 késes mester sorakozik az utcában végig, és aminek külön örülünk, hogy inkább úgy mondom, nem apák, hanem a nagypapák mellett megjelentek az unokák, az unokaöccsök, és egyre több a fiatal, aki ezt a kézműves szakmát meg akarja tanulni. Kénytelenek a apáktól, nagyapáktól tanulni, ugyanis ilyenfajta képzés nincs az országban. Sem késes, sem kovácsot nem képeznek hivatalosan államilag. Azt szoktuk mondani, hogyha Rácz utca, akkor kézművesség. A kézművesség, akkor Rácz utca. Ez a két fogalom összetartozik, és én ennek jegyében nagyon jó, szép napot kívánok mindenkinek, jó szórakozás, remélem mindenki megtalálja neki való érdeklődési körének való dolgokat. Szűnni
nem akaró, sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Tűzzel Vassal Fesztiválon. Hát első körben nézzük meg, hogy kettő év alatt mi az, amit elfelejtettünk. Mindenki emelje fel a kezét a magasba. Hallátom ott az apró népeknél is. Csapjuk össze! Még egyszer! A fesztivál a családoknak is kiváló kikapcsolódási lehetőséget jelentett, népi játékok várták a kicsiket és nagyocskákat, és azok, akiket érdekelt, hogy milyen egy kovácshőhelyben a munka, megtekintették, hogyan készülnek vasból a tárgyak és kellékek. A kápolnásnyéki Csajági Laura színpadon a Lake Company társulat előadásában Somogyi Szilárd rendezésében mutatták be Böhm György és Kocsmáros György Szép nyári nap című musicaljét. A darab 1973-ban egy középiskolás építőtáborban játszódik. A musical dalait a Neoton Family a legnépszerűbb szerzeményeiből válogatták össze, címét pedig a Vándorének első sora után kapta. Két kéz az két kéz, tóterdás. Ebben a darabban az összes pesti tinédzser egyet akar, egy emlékezetes nyarat. Összevesznek, kibékülnek, szerelmesek lesznek, de legfőképpen énekelnek és táncolnak a máig népszerű neoton slágerekre. A Szép nyári nap több mint három évtizeddel a rendszerváltás után közelmúltunkban nosztalgiázik, megidézi a valaha voltat, ugyanakkor egy természetes, tőről metszett retro buli. 2009-ben született meg ez a darab, mint színdarab, és most ez egy, nem mondom, hogy felújítása, mert egy új előadást készült ide a kápolnás régre, a Csajági Laura színpadra. Hogy mit kell tenni? Ugyanúgy kell játszani, mint mi vagyunk emberek, ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan kedvel, derűvel, és nosztalgiázni tudunk ezen a koron, ami ugye 1973-as években játszódik ez a darab. És hát szerintem még sokaknak felidézi a gyerekkorát, és a Neotonnak a dalai pedig ebből a szempontból mit sem koptak el. Hátamra veszem holnap a házam, nyáron mindig világgá megyek, mindenhol lesz egy-két jó barátom, az se baj, ha szerelmes leszek. Bele kell tudni tenni a lelkét, a szívét a rendezőnek és a játszó személyeknek is, és akkor az hitelessé tud válni, azt gondolom ez a történet, hogy van-e ma üzenete, azt nem tudom, azt döntsék el a nézők, mindenképpen egy nagyon-nagyon jó szórakoztató és egy nagyon-nagyon kellemes színházi előadás. A történet 1973-ban Bács Szent Mária paradicsom feldolgozó üzemében játszódik, ahol a diákoknak két hetet kell eltölteni. Velük utazik Juli, Panni néni a táborvezető pedagógus lánya is, és a már érettségizett az egyetemi felvételéről szóló értesítést váró Péter is. Nagyon sokat segített a rendezőnk Somogyi Szilárd ebben, hogy át tudjuk élni ezt a szerepet, illetve az én karakterem az egy 18 éves lány, és én 23 éves vagyok, úgyhogy annyira nem nagy a korkülönbség, akit játszani kell most, hál' Isten, és egy nagyon kedves, nagyon okos, nagyon mellette nagyon bátor lányt alakítok benne, úgyhogy igazából ez annyira nem volt nehéz visszahelyezni, illetve én nagyon szerettem ezt a kort, magát a zenéket, meg mindent, meg hát a neoton slágerei fantasztikusak, úgyhogy én nagyon szeretem ezt csinálni. Fantasztikus énekelni valók először is, hogy nagyon-nagyon jó őket énekelni, könnyű őket énekelni, és hát ez zseniális a zenei világ, én nagyon szeretem őket. Nem csoda, ha mindenki Lubickol szerepében, így Péter is, aki disszidens apja és az édesanyja halála után csak az őt felnevelő nagymamájára számíthat. És bármint kiderül, jól teljesített a felvételén, de apja és a saját viselkedési problémái miatt nem lehet egyetemista.
ez a szerep és ez a darab ez abszolút alkalmas arra, hogy lubickoljunk benne, mi színészek és előadók is, és azt gondolom, hogy a nézőknek is egy olyan előadást tudunk adni, ami még ma is aktuális lehet. Nem beszélve arról, hogy a Neoton slágereit énekeljük, ami azt gondolom, hogy olyan örökzöldek, amik soha nem mennek ki a divatból, és ugye itt kontextusba helyezve azok a történetek és a storyline, hogyha szabad így kifejeznem magam, köré fűzve, köré építve, szerintem talán még jobban megerősítik azt a zenei élményt és azt a színházi élményt, amit ez az előadás, vagy bármilyen zenés előadás tud nyújtani. Első nap megnéztelek, két hétig figyeltelek, és köztem elgarázsoltál. I love you, I love you. Ennyi történt vált, hogy semmi más. A hiszem, I love you, you love me. Egyszerű lehet a folytatás. I love you, you love me. Ahogy akarod, nem felejtel el. Én itt leszek, itt megtalálsz, ha érdekel. Mivel történelmi háttere is van, illetve történelmi időszakot jelenítünk meg, ugye egy 20-30 év, 30-40 évvel inkább úgy mondom, egy 30-40 évvel ezelőtti időszakot mutatunk meg. Így nyilván amellett, hogy természetesen van aktualitása, hiszen a bizonyos mondatok, bizonyos helyzeteknek a kicsengései olyan gondolatokat ébresztenek szerintem a nézőkben és bennünk is, amiktől azt érezhetjük, hogy valójában olyan rengeteget azért nem változott a világ, tehát ma is ugyanolyan emberek vagyunk, ugyanolyan érzésekkel, ugyanolyan gondolatokkal, viszont nyilván közben mellettünk egészen, vagy hogy is mondjam, ezek mellett a karakterek mellett picit elment az idő, viszont az előadásban úgy tudjuk megmutatni őket olyan helyzetekben, ami szerintem nagyon izgalmas, és egy nagyon jó multidézés azoknak, akik esetleg talán éltek abban az időben, és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerjék akár a fiatalabb korosztály, akár mondjuk az én korosztályom, vagy a nálam fiatalabbak, az, hogy milyenek voltak ezek az idők. A nosztalgikus családi történelemóra hozadéka a nézőnek és a szereplőnek nem lehet más, mint hogy végül az osztály hazautazik, Juli és Péter pedig együtt maradnak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!